Sziasztok, üdvözöllek benneteket a mai jóga órán, kezdjük Savasana pozícióba. A karokat hozd kb. 45 fokos szögbe a testet, a lábaid legyenek szélesebbek a csípőnél, engedd, hogy a lábfejét kiforduljanak, a vállak legyenek távol a fülektől, hunyd be a szemet, fordítsd a figyelmet befelé, és kezd el a mély ujjayi légzést. Ujjayi annyit jelent, hogy győzedelmes, victorious. Mély légzés soron át, és mély légzés az ajkaink csukva tartásáig. Pici hangot adunk ki. A következő belégzésre kezdj el nyújtózni az ujjaiddal hátrafelé, a sarkakkal előre. Képzeld, hogy valaki fogja a csuklóidat és a bokáidat, és húz téged ellentétes irányba. Majd hajlítsd mind a két térdedet. Térdeket húz magadhoz egészen közel, és karold át a lábszárakat az alkalommal. Kezd el puhán ringatni magad jobbról balra, balról jobbra, átmasszírozva a hátad alsó részét, középső részét, és oldalsó részét is. Majd hozd a karokat oldalsó közép tartásba, forgasd el a fejed a jobb oldalra, és egy nagy kilégzésre hozd mindkét térded át a bal oldalra. A bal alkarodat és a tenyeredet helyezd a jobb térded tetejére, kezd el a térdeket tolni a tala irányába. Ügyelj arra, hogy a jobb vállad legyen nehéz, a jobb ujjhegyeiddel nyújtózz a jobb fal felé. És tartod a mély légzést orron át. És mély kilégzés a szánkkal csukva. Következő belégzésre hozz vissza a térdeket középre, kicsit arrébb tolhatod a csípődet a bal oldalra, majd a fejünket elforgatjuk a bal oldalra, és mindkét térd jön le a jobb oldalra. Lehet, hogy ezen az oldalon picit szűkebbnek érzed magad, nem vagy annyira nyitott, lehet, hogy az előző oldalon érezted magad szűkebbnek, vagy feszesebbnek. Próbáld meg ne elbírálni ezeket az érzéseket. Próbáld meg ne egy versenyszellemmel felfogni a jogát, egész egyszerűen fogadd el azt, amit érzel, ugyanúgy, ahogy elfogadod azt is, hogy a napnak vége van, és beesteledik, besötétedik, kijönnek a csillagok, reggel pedig eltűnnek a csillagok, és fel kell a nap. Tehát semmit, gyakorlatilag semmit nem tudsz igazándiból ellene tenni, vagy nem feltétlenül kell, hogy megpróbálj tenni, csak fogadd el. Következő belégzésre hozz vissza a térdeket középre, majd nyújtózz az ujjhegyekkel és a sarkakkal a plafon irányába. Egyenletesen a mély légzéseddel szinkronba kezd el átmozgatni a csuklókat, a bokákat. Tárd szét az ujjakat, majd szorítsd a kezeket ökölbe, spiccelj a lábfejjel, majd pipálj. Nagyon jól esően forgasd át ezeket a végtagokat, majd húzd vissza a térdeket közel magadhoz, pici lendületet véve billencs hátra a medencét, majd gyere fel egy keresztezett lábú ülésen keresztül, átgördülünk a lábszárakon és a térdeken, és megérkezünk négy kézláb tartásba. És egy pár tehén, illetve macskapózzal folytatjuk. A tehénpóz, kiemeljük az állat, a mellkast, macskapózra pedig domborítunk a kilégzés. Tehát belégzés, tárd szét a mellkast, kilégzés, told el a talajt magadtól, domboríts. Belégzés, találj egy picit több helyet a mellkasba. Kilégzés, érintsd a hátad közepével a plafon. Belégzés, emeld a mellkast az állad, majd támaszd alá a lábujjakat. Domboríts, belégzés, szét egy kicsit előrébb a tenyerekkel. Támaszd alá a lábujjakat, imént mondtam, egy ütemmel hamarabb, de most érkeztünk meg végre lefele néző kutyába. Elképzelj, hogy a lábak hátulja egy picit feszes ilyenkor, az első lefele néző kutyája a napnak.
hogy nyugodtan hajlíthatod az egyik térdet, majd a másikat. Egy picit figyelj arra, hogy a karjaid legyenek teljesen egyenesek. Figyelj arra, hogy az ujjaid legyenek széttárva. Figyelj arra, hogy a talajt tolod el magadtól, a combok belsőjét forgatod hátra. Nyugodtan emeld a sarkakat, gyere a lábujjhegyedre, majd told a sarkokat vissza a talajra. Tehát találd meg azt a kényelmes, időzélesen kényelmes lefele néző kutyát, de úgy érzed, hogy akár egy-két percig, vagy több percig is ott tudnál lenni, és hogyha egy tornádó átsöpörne azon a helyszínen, ahol vagy, akkor sem effektálná a lefele néző kutyádat. Annyira szolíd vagy, annyira relaxált vagy, és annyira összeköttetésben vagy a légzéseddel és a jelen pillanattal. Gyere magas lábujjhegyekre, belégzés, tedd vissza a térdeket a talajra, majd a bal lábad nyújts ki egyenesen magad mögé, forgasd hátra egy picit, támaszd ki a jobb lábszáradat, és a bal karoddal kezdjél nyújtózni az égbe. A jobb kar és a bal kar konkrétan egymás alatt, illetve egymás felett helyezkedik el, egy hosszú vonalat alkotva. A bal lábfélt külső élét vasald le, tehát told a talajba, a belső élét egy picit emelheted. És keresd meg azt az egy vonalat a vállak, a csípő és a balsó sarkad között. Következő kilézésre hozd magad vissza négy kézláb tartásba. Majd fölemeljük a bal lábunkat, bal sarkat told el magadtól, és a jobb ujjhegyeiddel kezdj el előre nyújtózni. Spinal balance, vagy gerinc egyensúly. A szanszkrit nevét nem tudom ennek a póznak, de nem feltétlenül a neve a lényeg, ugyanakkor, hogyha te tudod, akkor majd a kommentekbe írd meg nekem, légy szíves. Picit húzd be a bordákat jobban, mint én, emelj mindent picit magasabbra, kilézésre helyez mindent vissza a talajra. Jöhet egy belégzés, lábujjakat alátámaszva, kilézésre húzd vissza a csípőket Adho Mukha Svanasana-ba. Tehát amit észrevette, ez majdnem olyan volt, mint hogyha csináltunk volna mondjuk egy oldalsó szökpószt, utána meg mondjuk egy hármas harcost. Tehát nagyon-nagyon leegyszerűsített és megkönnyített verziói ennek az állópózoknak. Lélegezz mélyen, hogyha bármikor sóhajtani szeretnél, akkor ne tagadd meg magadnak azt a lehetőséget. Főleg most, hogyha otthon gyakoroltok, akkor nem kell szégyenlősködni, nyugodtan. Lehet sóhajtani, kiadni egy-két túlvilági hangot, ahogy az édesapám szokta mondani, ez nagyon viccesnek talán, hogy túlvilági hangok. Gyere vissza a lábujjhegyekre, helyezd vissza a térdeket a talajra, jöhet a másik oldal, jobb láb egyenes, bal tenyérre támaszkodunk, és a jobb kar nyújtózik az égbe. Tehát a bal lábszáradat kicsit, mint egy biciklinek a kitámasztója, kiforgatod hátra, és a lábujjhegyeket alátámaszva nagyon-nagyon stabilan tartod magad. Ez a póz gyakorlatilag nulla erőfeszítést kellene, hogy igényeljen. Mélyen lélegzel, keresd meg azt az egyensúlyt, amikor úgy érzed, mintha az életenergia futna rajtad keresztül. Ugyanaz a fajta energia, ami a fáknak a levelébe. Kilézésre gyere vissza azt a pozíció. Majd egyensíts ki a jobb lábad magad mögé, és kezdje a bal karral előre nyújtózni. Figyelj, hogy ne forgass ki a jobb láb fejedet. Bal ujjhegyeket nyújtsd egész előre, jobb sarkat told egészen hátra. Érezd azt, hogy valaki húzna a bal csuklódnál fogva, és húzna a jobb bokádnál fogva. Legyél még hosszabb, emelj minden picit magasabbra, belégzés, kilégzés, talaj. Támaszd a lábujjakat, belégzés, emeld az állat, kilégzésre gyere vissza. Adho Mukha Svanasana. Remélhetőleg ez már kezd kényelmesebb lenni, ez a lefele néző kutya. Gyere magas lábujjhegyekre, kimérten, óvatosan, puhán, lassan lépkedj a tenyerek közé. Gyere fél magasságba, nyugodtan támaszkodj a lábszárakra, húzd előre a mellkasodat. Majd fogd meg a bokák hátulját, hajlítsd egy picit a könyököket, és kezd el a mellkasodat a térdek és a lábszárak irányába húzni. Nyugodtan hozhatod az alkarokat is a vádlikra, és öleled magadhoz a lábszárakat,
a térdes és a combot közel. Ugye arra, hogy ne billenj túlzottan hátra, ne billenj túlzottan előre, találd meg az egyensúlyt. Kezeket hozd a csípőre, hajlítsd a térdeket, következő belégzésre érkezz meg Tadasanába, karokat engedd le magad mellett. Majd egy nagy belégzésre nyújtózz az égbe, az új hegyekkel, néz a kezek után, kilégzés, Samasthitihi, vagy ima pozíció. Megismételjük még egy párszor, nagy belégzés, vállak maradnak puhák, új hegyekkel nyújtózz, kilégzés, ima. És unomász, por favor, gyere egy picit magasabbra, belégzés, sarkak lefele tolódnak. Hunyd be a szemed itt ima pozícióba, csöndesen, szenteld ezt a mai gyakorlatot valamilyen oknak, jó egészségnek, azoknak, akik kevésbé szerencsések most ebben a jelen helyzetben, a világban, vagy bármilyen oknak szentelted, én ezt rád bízom. Majd nyisd ki a szemed, belégzés, gyere a karokkal újra az égbe, kilégzés, csípő, hátra, mellkas előre, Uttanasana. Félmagasság, belégzés, előrehajlás, kilégzés. Nagy belégzés, gyere vissza, Uttanasana. Kilégzés, Samasthitihi, vagy prayer position. Belégzés, új hegyek nyújtóznak a mennyország felé, kilégzés, előrehajlunk. Belégzés, fél magasság, kilégzés, előrehajlás. Még egyszer, gyere picit magasságra, dőlhetsz picit hátra is, kilégzés, ima pozíció. Következő belégzésre nyújtóz ismét felfelé, kilégzés, hajolj ismét mélyen előre. Támaszd le a tenyereket, fél magasság, majd kilégzés, lépj hátra, a lábakkal egyenként lefele néző, kilégzésre térdek a talajra, emeld az állat, belégzés, és kilégzés, vissza lefele néző kutya. Ebből még kettő, lábujjhegy, belégzés, kilégzés, térdek talaj, belégzés, emel az áll, kilégzés, kutya. És még egyszer, lábujjhegy, belégzés, térdek, talaj, kilégzés. Belégzés, emeld a jobb karod magasra, dőlj a jobb válladba, húzd a bal vállad a jobb oldalra egy picit, forgasd a fejed fölfelé, majd kilégzésre húzd egészen a jobb karod a bal hónaljad alá, csavarodj, forgasd el a fejed, nézz fölfelé az ég irányába, a bal tenyereddel told el a talajt magadtól. A jobb vállat húzhatod, amennyire csak lehet, a bal vállad alá, az ideális szituációban a bal, és a jobb váll pontosan egymás felett, illetve egymás alatt helyezkedik el. És lélegezz mélyen, a légzésnél fontosabb összetevője a jógának nincs. Belégzés, tolja bal tenyérrel, gyere vissza, négy kézlábtartás, emeld az állat, kilégzés, Adho Mukha Svanasana, lefele néző kutya. Gyere magas lábujjakra, belégzés, mert a térdeket hoz vissza a talajra, nézzük meg a másik oldalt. Jobb tenyére támaszkodunk, bal kar van az égbe, dőlj egy picit a bal válladba, fejtetőt húzd előre, majd nagy kilégzésre húzd a bal karod egészen a jobb hónaljad alá. Jobb tenyérrel tolod el a talajt, picit mint a csatarangáznál, fejedet forgatod felfelé az ég irányába, és lélegezz, mély légzés. Belégzésre told magad vissza négy kézlábtartásba, emeld az állat, kilégzésre érkez vissza Adho Mukha Svanasana, lefele néző kutya. Ellentétes lábbal kezdj el sétálni a matracod elejére, hajlítsd a térdeket, hozd az ülőcsontokat a talajra, nyújts ki a lábakat magad elé, húzd az ülőpárnákat hátra,
Majd hajlíts be a jobb térded, emeld ki a mellkasod, fogd meg mindkét kezeddel a jobb talpadat, és kezd el a jobb lábadat kiegyenesíteni, a jobb sarkat tolod el magadtól. A vállak maradnak egy picit puhák. Ebben a verzióban engedd, hogy a lapockák egy picit előre gördüljenek, és előre, mintha átölelnék egy picit a hátadat. Kilégzésre hozd a jobb sarkad a bal combod külsejére, jobb ujjhegyeket magad mögé, bal karazékbe, majd kilégzés bal könyökkel, kezd el tolni a jobb térded előre, és csavarodj Ardha Matsyendrasana, vagy a fél halak istene póz. Nem tudom, hogy milyen halucinogénen voltak ezek az indiai mesterek, de egészen találóak ezek a nevek. Írd meg a kommentekbe, hogy mi a véleményed erről. Következő belézésre gyere vissza, dőlj egy picit hátra, egyenes kisíts ki mind a két lábad. Majd hajlítsd a bal térded, fogd meg a bal talpat mind a két kezeddel, és kezd el kiegyenesíteni a bal lábadat. Hát nyugodtan érezd azt, hogy a lapockák rásimulnak a hátad oldalsó része, mintha egy madár, tudod, van a felfelé emeli a szárnyát, ebben a pózban, hogyha a madár lefelé tolná a szárnyát. Tehát legyen ez a gyönyörű, domború görbület, vagy dombocska laterálisan a vállad körül. Majd jöhet a bal sarok a jobb comb külső oldalára, jobb sarok a bal csípőhöz. Bal ujjhegyek magunk mögött, jobb kar az égbe, jobb könnyék tolja a bal térded előre. Ne felejtsd el a fejedet is elforgatni 100%-ig, amennyire csak lehet. És figyelj arra, hogy a gerinced maradjon egyenes. Tehát az ülőcsontok, mind a két ülőcsont a talajon van. A fejed teteje egy vonalban van a farokcsonttal. És egy mély elfordulásban, mint hogyha az autódba néznél konkrétan magad mögé. Hátra. Kilégzés, gyere vissza, dőlj egy picit hátra, és szabadíts ki a lábakat, fordulj el egy negyed kanyart felém, és tárd szét a lábakat olyan széles pozícióba, amilyen széles pozícióba csak lehetnek. Fontos, hogy a lábujjhegyek, a térdek és a csípőd egy vonalon legyen, ülőpárnákat húz magad mögé, majd emeld a karod az égbe, és mélyen hajolj előre. A lábfejeket tartsd aktívan. A sarkakat tolod el magadtól, a lábujjakat tárad szét, és egy picit feszíted őket hátra a térdek irányába. Hogyha végre akarsz itt hajtani egy pár kapalabhati légzést, nyugodtan kísérletezz velük. Az alkarunkon vagyunk, és a hátunk annyira egyenes, amennyire csak lehet. Próbálj meg belelazulni ebbe a pózba. Tehát van úgy, hogy egy jó fél perc, vagy akár egy percbe is beletelik, amire eléred azt a pillanatot, hogy már nem harcolsz. Belégzés, gyere vissza, hajlítsd a jobb térdedet, hozd a jobb talpat, a bal combod belsőbe, jobb kezeddel fogd meg a bal térded, jobb karoddal nyújtóz, bal kezeddel jobb térd, jobb karoddal nyújtóz, majd hajolj át a bal lábszáradon át. Tehát a jobb kezeddel fogod a bal talpadat, a bal kezeddel fogod a jobb térdet. Ez is valamilyen szinten egy csavar, de egy nagyon-nagyon mély, az én jóga gyakorlatomban a legmélyebb laterális nyújtás, vagy stretch, amit ismerek. Belézés, a gyere vissza a középre, majd jöhet a csere, egyenesíts ki a jobb lábat, hajlítsd a bal térdet, bal talp, jobb comb. És a jobb kéz fogja meg a bal térdet, a bal kéz jön az égbe, nagy belégzésre, emeld az ujjhegyeket, majd kilégzésre hajolj át a jobb lábszáron át. Tehát a bal kezeddel húzod magad igazándiból az egyenes láb irányába, a jobb könyököd is hajlik, a jobb kezeddel és a jobb könyököddel, a jobb bicepszeddel pedig forgatod magad a bal karod alá.
tehát ez egy ideális pózban a fejed az a karod alatt van, és a felső bordád, ezennel a bal bordát forog hátrafelé, a jobb bordát pedig forog magad alá, vagy forgatod magad alá. Belégzés, gyere vissza középre, majd fordulj vissza a matrac elejére, és hajlítsd be mindkét térdet, fogd meg a talpának külső élét, ez egy hát könnyű, valamilyen szinten könnyített verzió a hajópóznak. Itt nagyon szeretem kiropogtatni a lábam ujját, ezen is váltakozó teóriák vannak, hogy ez egészséges, vagy jót tesz nekünk, vagy nem. Az én testemben ez egy jó stresszoldó történet, majd a kommentekben légy szíves, írjátok meg, hogy ti mit gondoltok. Hajlítsd a térdeket ismét, és nagyon puhán, gyengéden, egyenletesen érkezz meg a hátadra. Meg fogunk pihenni egy picit, mielőtt egy pár restoratív backbendet fogunk végrehajtani, vagy hátnyújtásokat. Hogyha esetleg van blokkotok kéznél, jóga blokk, ezt lehet, hogy már az elején is mondtam, ha nem mondtam, akkor bocsánat. Akkor ezeket most készítsétek el, hogyha nincsenek jóga blokkjaitok, akkor egy pár nagyobb darab könyv, biblia jellegű, vagy valami lexikon, például egy Oxford szótár, vagy abból egy vagy kettő elméletileg működni fog. De hogyha nincsenek blokkjaitok, vagy szótárak, akkor itt is befejezhetitek a gyakorlatot, vagy megcsinálhatjátok ezeket elméletileg a blokkok nélkül is. Tételezzük fel, hogy vannak blokkjaitok, mind a két blokkot fogd meg, és emeld fel a csípőd, ahogy heat pose-ba szoktad ezt, majd helyezd a két blokkot egymás tetejére a csípőd alá, és egyenletesen, óvatosan nyújts ki előre mind a két lábadat. Tehát még mindig a sarkakkal tolsz előre, a lábujjakat feszített hátra. Az állad emeld egy picit, tehát ne érezd azt, hogy az álladat gyűröd bele a mellkasodba. Fontos, hogy a torkodnak legyen egy egyenes útja, hogy szabadon tudjál lélegezni. A vállak maradjanak puhák, távol a fültől, a tenyerek nézzenek felfelé, és mennél mélyebb, és a légzésed annál jobb. Hajlítsd a térdeket, majd húzd fel a térdeket, és a sarkakat kezd el a plafon irányába tolni. Ez pedig a gyertyapóznak egy könnyített verzió, hogyha lehet ezt a szót használnom. Tehát a sarkakkal közelítesz az ég irányába, de ahelyett, hogy kellene, hogy a kezekkel tartsad a csípődet, most a blokkokkal tartjuk a csípőnket. Ez evidensen nem annyira mély és radikális póz, mint egy igazi gyertya, de én nagyon szeretem, mert gyakorlatilag nagyon könnyű itt kikapcsolódni. És hogy picit hosszabb ideig tudod tartani, akkor hasonló hatásokat fogsz érezni, mint hogyha egy igazi gyertyát hajtanál végre. Lélegezz mélyen, próbál ezt az egyensúlyt megtalálni a lábakkal, amikor mindenféle megerőfeszítése nélkül tudsz egyensúlyozni. Hajlítsd a térdeket puhán lassan. A jobb térdet húz magadhoz közel, és a bal lábadat egyenesíts ki. Amint mondtam, blokk nélkül is nyugodtan végrehajthatod ezeket. Én amikor egy ilyen restoratív, vagy egy ilyen könnyebb jogaórát tartok saját magam részére, vagy saját gyakorlást csinálok, akkor szoktam a blokkokat általában alkalmazni, hogy picit változatosabbá tegyem, amit érzek. Cserélj majd, jobb láb jön egyenesen, a bal térdet húzd közel magadhoz. Tehát ez nagyon-nagyon szépen nyújtja a jobb, illetve a bal combot, hogy melyik oldalt csinálod, a bal comb felső ívét. Hajlítsd majd mind a két térded. Húzd a térdeket szét, egymást olyan távol, amennyire csak lehet, és kezd a térdeket húzni lefelé, a talaj irányába.
Lélegezz, használd a karoknak a súlyát. Tehát ne izomból csinálj mindent, hanem a karok súlyát is használd. És lélegezz, breathe. Hozz vissza a talpakat a talajra, emeld a csípőd. A blokkot föl fogjuk forgatni egy szinttel magasabbra, picit több egyensúlyt igényel, mert itt már vékonyabb a blokk. Tehát amint látjátok, vagy amint érzitek, remélem, hogy inkább érzitek, mint hogy engem néztek, ez egy olyasmi érzés, mint hogyha hidat csinálna, itt gyakorlatilag tök ugyanaz az érzés, azzal a kivétel, hogy nem kell erőt kifejtsél. Egy nagyon relaxált állapotú híd elérhető, és igazán megkönnyebbülnek a has körüli izmok, a vese, a máj, de főleg a hasfal és a has körüli izmok. Megyünk még egy fokkal magasabbra, ügyesen emeld a csípőt és forgasd a felső blokkodat a legmagasabb settingre, vagy legmagasabb állásra. Elméletileg, hogyha a térded és a csípőd ugyanolyan magasságban van, akkor egy eléggé bitang hidad van. Ez nem jelenti azt, hogy az a jó híd, vagy hogyha nem jutsz odáig, akkor az nem egy jó híd, de csípő és térd közelíti egymást, ami a magasságot illeti. Ne felejtsd az állat egy picit kiemelni. Itt a Jalandhara banda már bekapcsolt. Érzem is. Az a torkban lévő csakra, amikor álladat picit közelebb húz a mellkashoz. Emeld a csípőt, távolítsd el a blokkokat magad alól, helyezd vissza a csípőt a talajra. Majd belejövünk egy támogatott Supta Baglakonasana-ba, vagy pillangó pozícióba, a talpak érintkeznek, a térdek be vannak hajlítva. És a blokkot én most felhasználom arra, hogy picit enyhítsem a Baglakonasana-nak a mélységét. Tehát a combjaimat alátámasztom, hogy a térdeknek a súlya ne húzza annyira radikálisan és brutálisan a térdemet közel a talajhoz. Ez is általában nagyon-nagyon kellemes érzés. Itt is hagyd elengedni magad, tehát hagyd, hogy azok az izmok, amik a sétáláshoz, az álláshoz szükséges izmok teljesen elernyedjenek jó értelembe, és relaxálni tudjanak. Majd puhán a térdeket emeld és húzd össze, és a blokkokat csúsztasd át a combok alá, és így egyenesíts ki a lábaidat. A mai jóga órának ez a hivatalos savasanája, ugyan végre fogunk még hajtani egy pószt, illetve két pószt, majd savasana után is. Az egyik pasimottanasana lesz, egy egyenes lábú előrehajlás, majd egy fordított asztal, de most élvezd azt, hogy pihensz itt, megpihensz.
hogyha eleget savanasztanáztál, akkor hajlítsd a térdeket. Húzd ki a blokkokat, egy blokkot helyez a fejed alá, fogja a fetus pozícióba, és a másik blokkot pedig helyezd a két combod közé. Következő belégzésedre puhán lassan húz ki a blokkokat magad alól. Gyere föl egy Dandasana pozícióba, a lábak egyenesek, a sarkakat told előre, mindkét karoddal nyújtózz az égbe. És kilégzésre hajolj a combok felé, Paschimottanasana. Ezzel a pózzal kontrasztáljuk azokat a mélyebb hát nyújtásokat, amiket végrehajtottunk. Picit hajlítsd a könyököket, húzd a mellkast a lábujjak irányába, és minden egyes légzéssel egy nagyon picit kerülj a homlokokkal közelebb a lábszárokhoz. Ahogy ígértem, jön a fordított asztal, oroszlán légzést fogunk végrehajtani, emeld ki a csípőt, dobd hátra a fejed, nyújts ki a nyelved, ülőcsontok lejjebb, belégzés emel, kicsit billentsd a medencét, belégzés emel, helyezkedj vissza a talajra, keresztezd a lábszárakat, gyere Sukhasanába, Sukha azt jelenti, hogy édes, édes, könnyű ülőpozícióba hozd a kezeket, samasthiti vagy prayer helyzetbe, majd nyugtasd le a légzésedet, a gondolataidat, a készfejeket helyez vissza a térdekre. Köszönöm szépen, hogy ma is velem gyakoroltatok, kitartást, további jó egészséget, sok szeretettel gondolok rátok. Namaste!